Sziasztok! Tóth Ágnes három csodálatos versével szeretnék nektek jó éjszakát kívánni. Pözeves. Kérem, ez a nagy poszta? kérdezte a káposzta. Feladnám a leveleim, lakjanak jól a feleim egy kis töltött káposztával, itt szembe a nagy Elmondtam már tizenegyszer, ordított a posztamester. Húsz kell rá, nem csak bélyeg! Van bennem egy tucat féreg, válaszolta a káposzta, s leveleit lehámozta. Ha van húsz, az mindjárt mász. Fogja össze, mert más? mász, ordított a posztamester, ezt kikiáltott. Nosza, Eszter, Szemét be a mákosztállal. Jól lakunk ma káposztával. Az én cicám szírmi, azt hiszi, tud írni. Tíz körmével kaparja becses nevét a farra. Nincs ez így jó, szírmi, szebben kéne írni. Rád még a tanulás, ez csak macska kaparás. Nincs ez így jó, szírmi, szebben kéne írni. Rád fér még a tanulás, ez csak macska kaparás. Kezd a kobakja koppan. tüskeruhája szertereped, sünike nézi. Ezt meg ki érti? Kicsi testvérem fán született. Aludjatok jól! Jó éjszakát! De is aludjatok!